Elkezdődik a Gerjen-Paks közötti útszakasz megépítése, amely a Kalocsát és Paksot összekötő új Dunahídhoz kapcsolódó úthálózat részét képezi. Ennek okán indult régészeti feltárás az érintett területen. Ugye egy 13 km szakaszon lesz autóút, nyilván az épülő Paks 2 nyersanyag szállításához, illetve logisztikájához kapcsolódik ez, tehát nyilván túloldalról is fognak hozni építőanyagot, nyersanyagot, illetve hogy az M6-os autópályába is becsatlakoztatják az erőművet Tengelisznél, a Tengelici körforgalomnál, tehát hogy itt komolyabb útfejlesztések folynak a Paks 2 kapcsán. Összesen 200.000 négyzetméternyi terület lesz feltárva. A jelenlegi 10.000 négyzetméteres szakaszon érmékre és edényekre bukkantak a régészek. Ez a Gerjen-Csamony nevű lelőhely. Itt egy római kori telep található, és ezek a telepnek az objektumait tárjuk fel. Jelenleg dokumentálás, illetve gépi földmunka folyik. A területen római érmék, edények kerültek elő, és mint számos esetben előfordul, hogy egy régészeti korra, egy másik régészeti kor is rátelepszik. Itt jelenleg a római kor fölött 16. századi leletek is előkerülnek. Ferdinánd dénárok, illetve egy törökkori akcse is előkerült már. 16. században valószínűleg itt egy szállás vagy egy tanya lehetett. A nagyobb kiterjedésű lelőhely, illetve leletanyag, nagyobb mennyiségű leletanyag a 16. századból ezen a helyen nincsen. Viszont a római korból, mint itt a felvényben is látható, több objektum található, gödrök, árkok elsősorban. Sajnos itt sírok, illetve még épületnyomokat nem találtunk, tehát ez lehet, hogy a telepnek, egy római kori telepnek a legszéle, illetve itt a dombon a terepi adottságok is mutatják, hogy emelkedő szintek vannak, és valószínűleg a központja az ott található. De hát a nyomvonal ugye az adott, azon kell végigmennünk, abból mi nem térhetünk el. Tehát ha a telepnek a széle esik bele a nyomvonalba, akkor azt kell feltárni. Itt látható egy római kori pávosárkány, vagy mitikus állatnak a verete. Jól látható a fejrész, a szárnya, illetve a farokrész, ez ezüstből készült. Tavalyi évben voltak a próbafeltárások, ami azt jelenti, hogy kutatóárkokat húzunk a nyomvonal hosszában. A 13 kilométeren nagyjából nagyságrendileg 100 kutatóárkot húztunk. A kutatóárkoknak egy része az pozitívnak bizonyult, azokat tárjuk fel az idejében, már ősszel is folyamatban volt a teljes felületű feltárás, illetve idén is folytatódik a tavaszi szezonban, és amelyik kutatóárkok negatívok lettek, azokat nem tárjuk fel, tehát értelemszerűen az adatbázisban volt is róla némi információ, hogy ott lehetett régészeti lelőhely, akár írott forrásból, vagy korábbi ásatásokból, szakfelügyeletekből, de ha jelenleg nem bizonyult pozitívnak, akkor azokat nem tárjuk fel a nyomvonalon belül, tehát csak azokat tártuk fel, meg tárjuk fel, ami a tavalyi, illetve idei évben leletanyaggal, illetve objektumokkal jelentkezett, és a többi szakasz az érintetlen marad. Igazából nekünk egy 8 lelőhely esett bele ebbe a nyomvonalba, tehát itt volt középkor, római kor, illetve most megint római kor, avarkor is volt, illetve törökkori lelőhelyünk is van, közel az erőműhöz, a Birinyó, újbirinyói részen. A Birinyó az is egy törökkori falu lehetett, és annak is megtaláltuk a régészeti nyomait.